Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Vörös Ötös YouTube csatorna, Ricsi vagyok, és most egy nagyon furcsa témával fogunk foglalkozni, méghozzá a táj agresszorokkal, hogyan jöttek elő a semmiből ismét. 2020. A világ már teljes mértékben kilátástalan helyzetben van, azt hittük a bogarak átvették az uralmat a világ fölött. Megrendezésre került a Galactic Championship, ami sok-sok kvalifikáló körön keresztül a nantekek uralma alatt állt, majd közvetlenül a koruszánti döntő előtt bogaragat látszólag eltüntették. Látszólag, mert azért a második helyzet lista az szintén egy nantek lista volt. 5 pontot drágult az ini 4-es nantek, hogy azt a múlt heti videóban már beszéltük. De azért ez elég volt arra nézve, hogy a top 32-be jutó listákból már csak kettőben legyen Nantek, már csak. Volt, volt egy lista, drágult két, 30 pontot 200 ponthoz képest, már csak, már csak kettő jutott be a legjobb 32-be, teljesen valid akkor az a lista. Jaj, borzasztó. Hozzá tenni, hogy ugye a második helyzet az Fan Langlan lett, aki mióta az eszemet tudom, azóta rendszeresen megjelenik a neve online, offline x finges eseményeken. Tehát volt ő rendes világbajnokságban is ott az asztaloknál, szerintem top 16 minimum, lehet, hogy top 4. De az biztos, hogy nagyon kiválóan szerepelt. Ugyanakkor azt eltagadhatatlan, hogy most egy 5 non listát hozott, amit egy hína bomberrel egészített ki mondjuk így legalább ez a lista 200 pont, és nem hat nantek van benne, hanem azért az ötödik, vagy a hatodik hajó azért ez kicsit gyengébb. Ezért az előny. Ezért az előny. Ugye még mindig lehet hat nanteket hozni, de akkor már csak az inni hármasakat, és Elite Pilot Talent nélkül. Ami szintén egyébként egy pontos szempont, bármilyen hülyé hangzik, hogy ezen a pici dolgokon rágótunk, mert mondták, hogy jó, hát tök mindegy, hogy most inni négy vagy inni három, de nem, most a mezőny kezdett beállni egyébként erre az inni négyre egész jól, hogy valamit csinálni kell antekekkel, mert ha inni négy alatt vagy, akkor meghalsz. És ami egy darabig kezdett eh, populáris lenni, az agresszor és Sloan warm azért ez szerintem rendesen küzdött a de a győztes az Charlie Cloud Uh, és én így a nevét, mert nem tudom, hogy hogyan kéne, nem, nem láttam élőben az adást, nem hallottam a nevét, uh, és korábban sem találkoztam a, ezzel a pilótával online, vagy pedig láttam volna kifejezetten. De hogyha egy régi név az x és közösségben, akkor, akkor elnézést lehet, hogy olyasmi, mint én, hogy nemzetközi sikereket nem ér el sohasem, de ez egyébként régi motoros, lehet, hogy egy tök új ember, lehet, hogy ez tök híres ember, csak én figyelmemet került el. Hát ennyire azért nem vagyok véleményformáló, hogy csak az legyen valaki, akit én ismerek. Az ő győztes listája az 5 darab dorzáltárat és tájagresszor volt. Megpróbálok akkor most ide tenni még egy kicsit följebb egy videót, amikor a Sloan's Farmok ellen játszottam. Ezben nézem, hogy nem sikerült nem ez a 34-es adás, hanem helyette azt írtam, ki, hogy a 4-es. 24-es, 34-es ugye a matek és ezt egy Captain Fair of Tire egészítette ki akire hozott Ruthless, Hull Upgrade-et és ami a sava borsa ennek az egész agresszor e, bizériának egy szlont. Yes we can, mondhatnák a birodalmiak e, Tudunk szvarolni? Igen, erre az a válasz hogy tudtok, de csak akkor, hogyha hoztok most gyakorlatilag sloan Miért is kell ez nekik? Miért kell ez bárkinek Sloan? Miért kéne bárkinek Sloan? Mert hát csak a birodalomnak áll rendelkezésére. Próbálom jól megfogalmazni. A lényeg az, hogy van egy hajód. Ugye ez esetében sok. Ászok esetén kevés. És vannak még ezek a saláták, akik segítik egymás szinergiával. És akkor például a tipikus eset, amikor Gárven átadja a Katarnak a, a fókuszt, de az meg átpasszolja az Esz Eszegetuggetónak, és akkor a Toketúnak a fókuszát meg elkölthetik a többiek, és akkor így van egy fókusztokent, amit nagyjából négyszer használ minden hajód, és egy darab Tokent. És az, hogy akkor ez a plusz akció, hogy mindenki használhatja a fókusztokent, ezt azzal fizeted meg, hogy hozod ezeket a pilótákat, akiknek itt van ezek a képességei és vagy valami legénységük, amiknek a hatására tudják egymást támogatni. Ez, ez annyira soha volt az én asztalom. A másik, az a, az a Howrunner-es út, amikor van egy hajót, ami egy úgynevezett erőtöbbszöröző force multiplier, ami gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy van egy hajót, annak mondjuk csak egy fókusz akciója lesz, hogyha ez például egy Sima TIE Fighter, ugye Hawrunners esetén, nem lesz újra dobása. De tennél egy és akkor neki már van fixen egy fókusztokenye, hogyha volt akciója, és még újra dobhat egy kockát, hogy a Howrunner közelébe van. És akkor ez mondjuk 7 TIE Na az nagyon nagy különbség egyébként abban, hogy mondjuk e, például egy Sumterrel leböldözöl Range 3-ban, nagyon-nagyon összeadódnak ezek az egy-egy újra -egy és mondjuk Hauranen most éppen nem tudom hány pont, de ilyen 40 körül volt, amikor utoljára néztem, a 22 pontos TIE Fighterhez képest. Tehát plusz egy TIE Fighter árát fizeted ki Hauranenért, de több mint plusz egy TIE Fightert ér neked az összesítésbe. Tehát Hauranen tehát helyett két TIE Fightert nem poén, nem üzlet. Jobban jársz, hogyha egy Howrunner-t hozol, és még annyi TIE Fightert, amennyit tudsz. És az se volt már elég egyébként mert Howrunner meg, meg gyengesége, hogy ő volt a központi eleme a, seregednek, őt meg kellett volna védened. Erre kitaláltak Aiden verziót a Battlefront játékokban, hogy jé, ez tök jó, mert akkor ő majd, amikor sérül egy másik type akkor egy meccsen egyszer elköltet egy tokent, hogy akkor ne sérüljön, és akkor egy lövéssel tovább él Na és akkor a kettő együtt, én most már megnézem, mert tényleg nem tudom, hogy éppen hány pontosak, de még gyakorlatilag a játékes, egy-két szezonjában kipontozták őket teljes mértékben, és azóta is elfelejtik őket visszapontozni, most, hogy folyamatosan a szfarmokat erőltetik, de már mindenkinek van otthon 8 tie -e, szóval nem érdekeltek abban, hogy Hé, hey Joe, vegyél még fighter-t, te már van 10. Mm, na jó, akkor ne vegyél. De cserébe itt ez a pilóta ez most olcsó lesz. Jaj, most nézem, borzasztó. Aiden verzió 41 pont, Howrunner 46 pont. És önmagában egy Howrunner ebben a mezőnyben egyszerűen nem bírja sokáig. Nem jó, jó lenne, de bírná sokáig, nem bírja sokáig. A kettő együtt, akkor most olyan listaépítés folyik itt közben, amit nem mutatok, teljesen rossz, teljesen nem szép dolog, hogy ezt így csinálom. Azt hiszem, hogy erre kéne rákattintanom, hogy lássátok, nagyszerű. Mik vannak itt? Hány darab TIE tudunk még ide betenni? Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab TIE tudunk összesen betenni, amiből akkor Howrunner újra dobott mindenkivel egy támadókockát, Iden Aiden verszió pedig egyszer megmenti uh, Howrunner segét. És akkor még itt trükközhetünk, hogy talán egy elúzívót rátehetünk Howrunnerre, mert úgyse fog számítani nagyon a kezdeményezési sorrend és most ez a legjobb, amit hirtelen fel tudok építeni a és gondolom nagyon nem véletlen, hogy nem látjuk ezt a listát. Mert közben tudsz hozni 8 vulture rakétákkal, amikkel három kockával támadnak előre. És megosztják egymás kalkulétjét. Újra dobásuk csak akkor van, hogyha még hozol egy, egy hénát, ami kilövi azt a DRK droidot, illetve tudna target lockot kérni, hogyha úgy alakul. Most tudod, hogy valamelyik most ebben a körben fixen nem fog lőni, és úgy érzed, hogy nem is kapsz sok lövés, tehát nem kell annyi kalkulítóken, akkor azzal kérsz egy blokkot, és majd egyszer befordulnak. És remélem, hogy a bulcsoroknak van blokkjuk, ha már ezt állítottam, most mást is ellenőrzöm. Ez, ezért most nem kapcsolok vissza, mert az önidőgényes. Igen, mallokjuk blokkjuk egyébként a búcsoroknak. Milyen, milyen dolgokat kitalál az ember itt menet közben. Látjátok így? Magyarázni próbálok, aztán én is tanulok közben. Szóval nagyon jól beszélek 5 perc a anélkül, hogy ténylegesen mondanám, hogy a Sloan kettős célt lát el. Egyrészt újra dobadt támadó kockát. Másrészt megbéníti az ellenséges ászokat, és az ászok azért tudnak lenni egy szvarnak a gyenge pontja bizonyos szemszögből. Ott azért már kicsit a szvarjátékoson van a teher, hogy nem a Svarb hogyha jól helyezkedik, akkor rá tudja tenni a... a ászjátékosra terhet. Ha a szfarmjátékos észműköd repül a farmokkal, akkor csak úgy szerencséje lehet maximum, hogy pont véletlenül megakasztja az ászokat. Szóval, szóval egy jó szfarmjátékos meg tudja ízaztani az ászjátékost szerintem. Úgy két közepesnél egyébként az ászjátékosnak lehet a két rosszabbnál, meg pláne az ászjátékosnak lehet a dolog. Lépek, hát jó, akkor itt erre megyek, arra megyek, meg, meg, megválasztom még, még egy Oszfarm játékos úgy aktívan tudja blokkolni kb. az összes értelmes pozíciót, ahova az ászok mehetnek. Úgyhogy még nagyjából átfedik egy, mert a tűzívek így, így szinte garantált blokk, hogyha csak nem elfut nagyon durván az ász, akkor, akkor szinte garantált blokk, és még több lövés is várható. Most nem menjünk bele, hogy a több lövés, ott majd kinevetik, meg majd, majd három évére dobnak kézből, meg ilyenek, ugye ismerünk pár embert, aki ezt mondaná kapásból. De alapvetően egy farmnak arra kell játszania, hogy sok kockát gurít, és majd kiegyenlítődnek a, a dobások hosszú távon. Ugye minden dobás, amit, amivel nem teszel, nem hajtasz végre, minden támadó dobás, nincs esélyed megsebezni az ellenfeledet, szóval arra kell törekedned, hogy minél többet támadj. Olyan okosakat mondok, ma elképesztő. Látszik, hogy milyen jól kialudtam magam. És akkor még ami a slomba számít, hogy nem csak újra dobást ad, hanem amikor egy hajó ugye szlontól range 3-on belüli célpontot kilő, akkor az a hajó, aki támadott, az kap kettős teszt. És a kettős stressz azért durva, mert akkor az kvázi két körre ad rerolt a szvarbotnak az ellen a hajó ellen, mert nem nagyon tudnak itt az emberek két stressztől megszabadulni. Üh, viszonylag kevés módszerrel lehet plusz stressztől megszabadulni. Ott a korszara, vagy ki van a rezisztensznél, akit a réjre tesznek, hogy réi ha kéket megy, akkor minden stressztokent ledobja. Jó, ja, hát ez pont Ray ellen egyébként rossz, de most ha az eleve stresszes ászárnyú kap még két stresszt, akkor az, ott két körön keresztül nem akciózik. Az, az tragikus egy érzéketes ászárnyúnak. De es ugye tud kéket menni és rámenni, Outriderrel akadályra, vagy át keresztül menni rajta, de ez egyébként az Outrider ez nem túl népszerű. Ha, ha tele lenne minden szlón akkor egyébként az YT2400-as dash is nagyon jó a szvarmok ellen. Plusz akkor még ez az Outrider külön jó neki, tehát az... Azt az, az én, az én adnám, hogyha a szlón elterjednének, akkor könnyebb visszaállnék dash -re. Mm. És van az elektronik Buffer, amivel ledobhatsz magadról egy sebért, egy piros tokent az end fázisban de azt nem hozott magadtól, mert nem akar sérülni. És, és miért lenne rajtad annyi piros token? Ugye? Tehát itt azért vannak problémák alapvetően, hogy mit kezdjen magával az ember, hogyha szemben egy szlón és bestresszeli. Hogyan nem stresszel be téged szlón egy Megmondom úgy, hogy a szlón carriert lövött ki, ami jelen esetben egy kilenc életes reaper, ami ami a ferop, akkor valahogy fixen kap egy hogy hogyha már elköltötted a fókuszodat támadásnál, vagy, vagy, vagy hogy van az egész. Tehát nevetségesen sokáig bírja. vannak, nem tudom, lehet, hogy csak a Kovács Bencétől láttuk, de ugye ki lehet ezt hozni, az ez Lambda shuttle is, de azt meg akkor 11 élettel lehet hozni, ami reinforce -ol. hát az ezt farmot úgy kell legyőzni, hogy gyorsan leszedsz belőle kulcshajókat. Itt, ha nem kulcshajókat, akkor csak szimpla hajókat. Itt, itt kvázi úgy a a, farm, hogy van egy központi elem, és nagyon sok 28 pontos tájagresszor. De ha leszedsz egy 28 pontos tájagresszort, akkor lehet, hogy cserébe veszítesz egy drágábbat, mert a stressz miatt az a következő körbe kiszámítható, a duplas stressz miatt pláne kiszámítható. Na most vagy fehéret megy, de akkor Továbbra is dupla stresszes marad, vagy pedig kéket, amik általában rövidek, és ami mindig nem tud belőle tovább akciózni. Ugye lehetne egy prime stresszert hozni egyébként, mert két stresszel még akciózhatsz boost de mm, most meglepő, hogy ez, eszembe jutott ez a fejlesztés. Szóval a slow központi elem egy erőtöbb szorozó, erő és uh, több szorozó. kapcsoltam ki. Erő és nélkül semmit nem csinálna most a, a birodalom uh, Swarm téren. Van decimátoros változat is, hogy Csirra ura teszik Slont, és hoznak mellé uh, négy Academy Pilotot. Van olyan változat, ahol, ahol a Reaper mellett vannak tá interceptorok is, és van olyan változat, ahol a tie interceptorok vannak a decimátor mellett. Tehát itt van egy kis mozgástere a birodalomnak, de minden elemek konkrétan Sloan admirális köré épül, és az, hogy éppen mit hozol mellé, az, az, már, az már részletkérdés. Szóval az a rút kiskacsa, akit mindenki a gimiben csúfolt, hogy hogy néz ki, szerencsétlen vagy, soha nem lesznek barátaid, és nem visznek el a amerikai típusú bárra, az, azt szerzett egy menü barátnőt, Sloan Admiralist, és most, és most ez itt az agresszor, akit a csúnya kislány akart lenni, vagy csúnya kiskacsa a történetben, az egyből mindenki gondolta, hogy ú, uh, hát akkor ez egy menő csaj, hogyha ilyen jó barátnője van, mint Sloan Admiralist. Ez egy elég fura parabola lett a végén. És akkor még egy dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy Red Squadron Open, Red Squadron Invitation-el, nyilván senkinek nem ideális most ez a mostani helyzet, élőben tudom, hogy jönnétek sokan, de most már nem is tarthatnánk élőben tíz főnél nagyobb rendezvényt, azt hiszem éppen az a tegnapi jogszabály. De négyen jelentkeztetek föl, nem tudom, három hét alatt a Resquadron amiből egy embert úgy hívnak, hogy Zeb, aki azt sem tudom, hogy magyar vagy külföldi, Szóval a Red Squadron Invitational szervezése, azt tudom, hogy az én hibámból nem zajlik. Szóval én most ezeket az eseményeket elhalasztom önhatalmulal. Hát az elhalasztás az valószínűleg az, hogy akkor idén már nem tartunk. Ellenben tartunk majd november 22-én vasárnap, tehát a Red Squadron Invitational helyett egy ilyen bemelegítő, bemutató, játékos tabletop szimulátoros napot. Rafival arról beszélgettünk, hogy most ugye Gold Squadron fél éve már mindent tabletop, tabletop, tabletop szimulátor, tabletop szimulátor, tabletop szimulátor, tabletop szimulátor TTS, röviden. Ezért eléggé kezd kifogyni így a vasszalból a lendület, illetve a tabletop szimulátor nagyon sokáig hát kellemetlen volt, szerintem felhasználó szempontból. Most már Szinte mindent úgy automatizáltak, hanem jobban, mint a vaszal. Ez most már mint tőzsgyökeres vaszalos, és ki kell mondanom. Nyilván van egy-két dolog, amit, ami hasonló szinten van megoldva, és akkor esetleg jobban tetszik nekem a vaszalba, mert azt szoktam meg, vagy szerintem van olyan is, ami még mindig talán jobb a vaszalba, de azért már nem, 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 mondható az, hogy ha, ha most már nem tabletop szimulátorozok azért, mert ez nincs megcsinálva a tabletop szimulátorban szóval eléggé elindult ez a nemzetközi online élet a tabletop szimulátor irányában. Itt még mindig van egy kis bökkenő, a, ha valaki nem, nem magyar nyelvű Windows használ, meg a magyar nyelvű Windows használ, meg egy-két dolog, ami egyébként nem teljesen egyértelmű, hogy ott mi a hiba, és vannak felfedezések az irányba, vagy akkor ilyen régiót, meg lokalizációt kell állítgatni, de van rá példa akkor is, amikor az ilyen, ilyen keresztbeállással, tehát hogy magyar és amerikai is beállítású játékosok is tudtak játszani, valamikor meg, valamikor meg nem, szóval lehet, hogy itt igazából más a háttérben rejlő hiba. Ez még, ez még vizsgálni kell. De alapvetően, alapvetően szeretnénk szerintem mutogatni egy kicsit a tabletop szimulátort az embereknek, hogy ez már nem olyan bonyolult, mint, mint fél éve volt sokat. Fejlezgettek azóta is rajta már automatizálnak dolgokat. Ezek folyamatosan dolgoznak rajta ezek a önkéntesek, akik ezeket non-profit fejlesztik, hogy jobb legyen a, a játékélmény. Így, így, úgy készüljetek, a november 22-én, ha, ha, még nem mertél elmerülni ebben a tabletop szimulátorban, akkor, akkor tartunk valamint, ami, ami, segít abban, hogy, hogy beledughasd a lábujjadat a vízbe, és hogyha tetszik, akkor belecsobbany mellénk a jacuzziba. Ez itt a Vörösödös x YouTube csatorna volt. Remélhetőleg. Hát jó, ez a végén ezek nem voltak jó hírek szerintem, de, de, alapvetően, alapvetően remélem tetszett az adás. Aztán legközelebb is találkozunk a Vörösötös készenlétben. Ja, és egyébként csináljuk ezt a szerepjátékot, ezt, ezt, ezt nézzétek meg x pilóták um, próbálták ki magukat a Star Wars rpg -ben. Három részes sorozatnak jelenleg a második adása jött ki. Itt szintén a csatornán csekkoljátok.